azért a Debrecenek egy picit handicappel indulhatnak, hiszen az egyik legponterősebb játékosát kell, hogy nélkülözze Andjelko Mandic, utáltán Poják László. Úgyhogy meg is van az első kosár. Bajnokság végéig kell kitartani. Egy nagyon szép tripla közben. A tervezésében nagyon-nagyon fontos szerepe van neki is. Jó, az első három pontos a sarokból. Tóth Ádám könnyed kosárral. 8-ra nyert akkor a vendéglátó Albafehérvár. Szép sarokból. Búcsán. Ügyes tempó, jó a kosár. Tották az előző fordulóban az MVP-nek. Rajta kívül Somogyi is ott volt. Szép egyéni akció Govenztől. Betörési kísérlet Poják Lászlótól. Megvan még éppen az utolsó pillanatban, lassan dobni kell Govenztbe és dobja. Minél hamarabb rendeződni fog az az affér. Gáspár, három pontos kísérlet, az viszont most tökéletes! A hat meccses győzelmi széria megszakadt, Somogyi tökéletes triplája, önbizalom növelő lenne, ha esetleg egy hármas be tudna most már szólni, de ez sem csúnya, jó a kosár! De az kezdi Mócsán, lejön, ott van nagyon jó helyen még Kovács, aki megszerzi, és be is dobja Kovács Ákos! Betörési kísérlet, szép kosár! Scott. Tökéletes az is. Szélen Kovács helyezkedne, az is jó bejátszás Taylor, gyönyörű zsákolás! Nem akarta bántani már Somogyi. Befelé. Sajnos a Loki ezt kikapott a Kecskevéttől. Ez pedig egy szép tekózival, aztán nem fújták közben, Somogyi pedig megindul, és behullott. Gólsz. Az jó. Taylor most lehet adni, Taylor elugrasztja az embereket, a kosár jó! És még lehet dobni egyet extrába. Az első körben, 94-87-re. Hát onnantól kezdve picit olyan csendes volt a magyar kupa. Gyönyörű Govens Dedeknek. Azután jött ez a 6 mérkőzéses győzelmi sorozat. Tóth Ádám rögtön. Szép lejátszás Poják. Újabb tripla, ez sem jó, fene vigye el, azt viszont leszette magának és be is dobta! Gyönyörű a csel, jó a leosztás, de Cozy a sarokból, jó a tripla! Hol valószínű, hogy nem kéne kezdeni a második félidő. Tóth, tökéletes a dupla! Szerezni kell egy kosarat. Govens, ráteszi a hármasra, rá bizony jó! A lehető legjobb forgatókönyv, Daryl Govens ezzel már 16 pontos, elképesztő! Mennyire jól játszanak, és milyen szépen játszik egyébként a Deac is, egy aranyvölgyi Ákos. Ó, mekkora labda befele, Tóth Ádám! Merőm 48-49, az pedig ott egy kosár. Ráteszi a hármast, jól teszi! Picit oda szabálytalanság nem volt, Mócsán kihagyja, ott az érkező aranyvölgyi! Megint lehet menni előre, Govens Vojvoda nem bántja, bedobja Govens! Leadja a szélre Ford, kettes lesz, ha bedobja, de nem dobja be. Fillmore lepattanóval, Fillmore egészen közelről helyet csinál magának. Jó az elzárás, Mócsán, az is jó még a sarokból. Ó, micsoda játék, Taylor, azt most már be kéne dobni, bent is van! Egy-két Poják tripla, nem szokott ezzel ennyi baj lenni. Túloldalt viszont Dekózi bedobja. Mitchell. Ó, de gyönyörű kosár volt, az igen. Szemben látható, hogy itt most váltott volna Vojvoda, de Mócsán elcsípte. Scottnak a leosztás, gyönyörű kosár! Somogyi egyedül viszi be, ó, milyen ügyes megoldás lett volna. Végül nem jött össze, de Fillmore. Még elhagyják a hazaiak, és ezzel pedig Dekózi indul, Dekózi be is zsákolja. És ezzel egalizálnak. Govens. Picit csendesebb volt ebben a harmadban. Mócsán az egy tökéletes tripla! Nagy bejátszás. Diong kosár. Jó bejátszás Taylor. Ez nem volt semmi, hát ez egészen elképesztő, hogy így fújnak a játékvezetők, hogy sehogy. Vojvoda, ő pedig bedobja. Egymás ellen ezt dönten akkor abból a Deac jön neki jól. Scott, tripla kísérlet. Jó a tripla! Szélre tisztán Fordhoz. Aki bedobja a triplát, hát valahogy a debreceni centereket nem kedvelik most itt a bírók, úgy látszik, és a kontrából pedig egyben... Jó észrevétel, Govens. Kettes lesz, ha bemegy, bent is van! 20 pontjával hasonló
teljesítmény nyújt. Gomez beviszi, bedobja, ezzel már 22. Az lányára is megnyerték az alakerámiát itthon, az oroszlán jelen idegenben. Gomez, jó a tripla! De fontos volt! Somogyi, tripla. Hát ezzel most nagyon közel került a győzelemhez az Albafehérvár. Esik le a 24-et minél hosszabban, esetleg faltal a végén. A kosárral. Az újabb tripla, de Gomzi teszi rá a hármasra. Bowens annál inkább, de így neki nincs meg a 30 pont. És ha szeretne, akkor még elindulhat Somogyi, de szerintem ők ezt már le fogják pörgetni. Hát a 104 pontos átlagból most tisztább vett az Albafehérvár, mert nem sikerült csak idézőjelben 87 pontig jutni, de ez is elég volt ahhoz, hogy akár csak az elmúlt héten Körmenden ezúttal is 10 pontos vereséget szenvedjen a Deac.